Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár felhívására öltöztessük együtt Bicske tojásfáját, rengetegen jelentkeztek. A húsvét elképzelhetetlen hímes tojások nélkül a népi hagyományok népszokásoknak megőrzésének céljával hirdette a Művelődési Központ, hogy bicskei gyerekek és felnőttek egyaránt közösen díszítsék Bicske tojásfáját. A szervezők meglepetéssel kedveskedtek a gyerekeknek, hiszen állatsimogató során nyuszi, kiskecske és póniló is várta az érdeklődőket. A 25. internet fiesta keretein belül mesterséges intelligencia mindennapokban mihez is kezdjünk vele címmel Takács Dániel könyvtáros tartott előadást a Nagykárolyvárosi Könyvtárban. Mesterséges intelligenciáról beszéltük meg, hogy pár szót mondok, és hát remélem, hogy nem fogok nagyon nagy csalódást okozni, de nem fogok olyan nagy megfejtéseket hozni, vagy nem fogok olyan dolgokat mondani, hogy az ember hazamegy, beteszi a konyhaszekrénybe, és néha előveszi és használja mondjuk krumplipucoláshoz. Egyébként én is olyan boldog lennék, ha krumplipucoláshoz tudnék használni a mesterséges intelligenciát, mert ott tartunk. Egy kicsit szeretném eltekinteni azt, meg egy kicsit fogalmilag emberakni, hogy mégis mi az, amit mesterséges intelligencia, mit hívunk annak, mi az, ami ezzel jár, mi az, amit nekünk ezzel figyelembe kell venni. Nyilvánvalóan itt azért sok helyről jöttünk, sokféle háttértudással rendelkezünk, úgyhogy valami közös alapot azért szeretnék megalapozni. És amennyire az időnk engedi, azért kicsit belemegyünk abba is, hogy a gyakorlati felhasználása ez hogyan néz ki. Úgyhogy nagy részt erről szeretnék majd beszélni. Egyrészt ott kezdődik, hogy mi az a mesterséges intelligencia, hogy hívjuk, hogyan nevezzük el. Sokszor el fog hangozni ez a szó a számból szerintem így az előadás során, hogy azért az, ami most a mesterséges intelligencia körül zajlik, az egy hub. Ha nevezhetjük hype-nak is. Az a lényege, hogy most nagyon sokan nagyon sok pénzt keresnek ezzel a kifejezéssel, így aztán finoman szólva érdekeltek abban, hogy ez minél több helyre bekerüljön, minden több mindenben szerepeljen. Azért nagyon veszélyes ezt a kifejezést használni, és jobb ilyen én is ezt használom egyébként, mert mesterségesnek mesterséges ugyanez az egész történet, de nem intelligencia. Tehát nyilván ez egy jó hangzó kifejezés, hogy intelligencia, meg gondolkodik, meg hogyha abból indulunk ki, hogy mi mit gondolunk az intelligenciáról, akár hagyományos intelligenciáról beszélünk, akár érzelmi intelligenciáról, vagy hogyha visszamegyünk a szónak a gyökéhez, ugye az intelligo, a latin a sorok között olvasni azt, hogy én megtaláljam azokat a kimondott dolgokat, amik ott vannak, és ez nekem van egy háttértudásom. Ebben az értelemben a mesterséges intelligencia nem intelligencia. Van egy-két elnevezésre, ez inkább ilyen szójáték jelleggel, ezt a tavalyi év során nagyon sok mindenki ezt elkövette. Többen is nekifutottak annak, hogy mégiscsak keresünk valami magyar nevet ennek. A művész volt egy ilyen kezdeményezés vagy kísérletezés, hogy mégiscsak úgy próbáljuk meg elnevezni, és akkor a újságírók megkérték a ChatGPT-t, hogy akkor írjon, majd erről lesz, hogy mi is az a ChatGPT, írjon egy listát, hogy hogyan nevezné el ő magyarul, és akkor az gépészelem, elektroelme, gépagy, kódgondolkodó, önalkotó, számelmélő, bitből, csatatudós, algoritm,
elmély digitális csodák jöttek ki, illetve én is azért lefuttattam, és akkor ilyen gép intelligencia, mesterséges értelem, technológiai intelligencia, és a mesterséges tudás, amit kiemeltem vastagban. Na most az összes fogalommal nekem az a bajom, hogy valahol benne van a gondolkodás. Az, hogy ő majd itt akkor gondolkodik, majd problémát megold, vagy kitalál dolgokat, nem igazán van benne az, hogy ez ténylegesen micsoda. A mesterséges tudást azért emeltem ki, mert az már valamennyire oda visz minket, ahova szeretnénk érni, vagy ami a tényleges lefedettséget fogja majd, vagy a tényleges tartalmat fogja majd jelenteni nekünk. Tehát a mesterséges intelligencia biztos, hogy nem intelligencia, hanem valami más. Néptáncművő egy célja, hogy a táncolni vágyók megszeressék és élvezzék a néptánc szépségét.
Mayer Néptánc Műhely különböző csoportjai két programmal várták a kedves közönséget a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Itt vagyunk a Petőfi Művelődési Központban. Ma a kisebbek, holnap a nagyok gáláznak. Hogy foglalnád össze ezt a két napot? Kik is lépnek ma színpadra? Igen, most hétfőn, 25-én az óvodás csoport fog színpadra lépni, és kiegészülve egy-két szólistánkkal. Holnap kedden, március 26-án pedig az kisiskolások és az ifjúsági csoport. Vizeli Bálint fog zenélni, illetve Szanyi Bettinát, népdalénekest hívtuk be vendégül. Én azt gondolom, hogy nem csak hogy szívmelengető részedről, hanem ugye az ember egy kicsit önkritikus, amikor látod a tanítványod a színpadon, de hogy értékeled a kisebbek, illetve a nagyobbak munkáját? Rengeteg munka van ebben a két műsorban, és nagyon büszkék vagyunk a gyerekekre, hogy ennyi mindent tudtak megtanulni. A kisiskolások zempléni és rába közi tánccal készültek, nekik ez volt a két táncstílus, mint új táncanyag. Az ifjúsági csoportnak pedig egy új mérai kalotaszegi koreográfia készült. Munkatársammal, Tímár Gergővel álmodtuk meg ezt a koreográfiát, amit a 25. Vécsei Vásárhelyi néptánc versenyre vittünk, ahol óriási sikert arattunk. Én azt gondolom, hogy ilyenkor nem csak a szülők, rokonok, tényleg mindenki itt van, aki számít. Hány gyerek lesz ma a színpadon? 30 kis óvodásunk van, de holnap az ifjúsági és a kisiskolás csoport közel 50-en vannak, lesznek a színpadon. Lehetse,
levetítjük a tévébe is ezt a műsort, de aki mégis kedvet kapna, hol tudna nálad jelentkezni, és mikor vannak a foglalkozások? Itt a Petőfi Művelődési Központban, Művelődési Házban. Keddenként van az óvodásoknak 16-tól 16.45-ig a foglalkozás, a kisiskolások, illetve az ifjúsági csoportnak pedig kedden és péntekenként 5-től 6 óráig. Március 25-én az óvodások csoportja, március 26-án pedig az iskolás és ifjúsági csoportok előadását láthatta a közönség. Thank you.